A hétvégén, augusztus 9-én és 10-én tartják Bonyhádon az idei Tarka Fesztivált. A rendezvény hagyományosan minden évben az Agrárfórummal kezdődik. Én elgondolkodtam azon, hogy egy ilyen eseményt mi tart ilyen sokáig életben, és arra jutottam, hogy természetesen nagyon sok oka lehet, de az egészen biztos, hogy fontos, hiszen mindenki, aki gazdálkodik, vállalkozik, akár az önkormányzatok, mindenki, aki teszi a dolgát, az szeretne boldogulni, előrébb jutni az életben, sikeresen létrehozni azt, amiért minden nap fel kell és dolgozik, és ahhoz, hogy ez így legyen, ahhoz nagyon sok információra van szükség. A résztvevők első kézből kaphatnak gazdálkodáshoz, állattenyésztéshez szükséges információkat. Gondolok itt akár a minisztériumi részvételre, hiszen minden évben akár miniszteri, akár államtitkári szinten képviseltetik magukat, és azokra a pályázati lehetőségekre, azokra a támogatási rendszerekre, ami húsba vágóan érinti a gazdákat, azokról első kézből kaphatnak friss információkat, és ez szerintem a sikerhez nagyon fontos. A tanácskozáson előadást tartott Feldman Zsolt, mezőgazdaságért felelős államtitkár is, aki a szarvasmarha ágazatot érintő kormányzati intézkedésekről számolt be. Az elmúlt években örvendetesen nőtt a hazai tej és sajtfogyasztás, ami szerintem piaci oldalon nagyon jó a magyar tarka tenyésztőknek és tartóknak. Úgyhogy abban szeretnék nagyon sok információt elmondani az itt lévő gazdáknak, szakértőknek és szakmabelieknek, hogy lényegében új lehetőséget szeretnénk nyitni, hiszen ma, amikor egy állattartó gazdaság jövedelmezőségével beszélünk, akkor a technológiai háttér az egy kulcsfontosságú kérdés. És most az elmúlt hetekben az összes állattartó és élmiszerfeldolgozással, tehát teljes sajtkészítő számára is olyan több száz milliárd forint értékű pályázati felhívást tettünk közzé, ami abban fogja ezeket az állattartókat, szarvasmaratartókat segíteni, hogy lényegében a telepeiket korszerűsítsék, automatizáljanak, vagy a másik oldalon minél jobb minőségű tejtermékeket állítsanak elő, és szerintem ez kulcsfontosságú ma a magyar vidék és a magyar mezőgazdaság számára. Az idei nyári hónapok aszálya a mezőgazdaságra és az állattartásra is negatívan hatott. A 2022-es aszály után most 2024-ben is egy súlyos aszállyal szembesülünk. Ez annyiban különbözik 22-től talán, hogy ott 3-4 évig nem esett az eső, most viszont júliusban kaptunk egy rendkívül intenzív hősokkot, és azóta lényegében kis túlzással egy milliméter eső sem esett az ország legnagyobb részén. Ez mindenképpen kihat, hiszen a hő az rossz az állatoknak, és mind a takarmány, a szálas és tömeg takarmány termelésnek is rendkívül káros, hogy ez mindenképpen kihatással van az állattartásra is. Hát bízunk benne, hogy esőt kapunk, mert jelen pillanatban ez a több mint egy hónapja tartó szárasság, ez rendkívül komoly károkat okoz. Az Agrárfórumot követő 22. Tarka Fesztivál hétvégén számos programmal, koncertekkel várja a látogatókat Bonyhádon.